Üdvözlök mindenkit, ez itt a Vöröcsötös x YouTube csatorna, Ricsi vagyok, és ma arról szeretnék beszélni, hogyan is zajlott le a mostani júliusi x versenyünk, amit volt szerencsénk élőben megtartani. Akkor joggal kérdezhetnétek, hogy honnan van ez a cím, miért ezt a címet választottam ennek a vlog epizódnak. Azért, mert kaptam hideget és meleget, ami a tény miatt, hogy én Szép magyar szóval élve, netlisteltem. Tehát ahelyett, hogy megpróbáltam volna valami teljesen saját és eredetit összetenni, és azt azzal érvényesülni, helyette én a világbajnok Oli Plo Popknel, mindig azt hittem, hogy van egy ellen nevében, tehát Oli Pockner nek a listáját, a, a Inquisitor, Visper Béter sereget tettem asztalra. Ennek egyébként az az ok, hogy ezt a sereget tettem az asztalra, mert aki nézte az előző 19 adást, annak nem annak itt most az előző 19 rész tartalmából, ez egy olyan lista, aminek, amiről nem vagyok meggyőződve, hogy be kéne férnie a játékba. Értve ez alatt azt, hogy ezek a hajók úgy egész jók, már viszonylag okosan megválasztott, laza felszereléssel is eszméletlen sok szituációra tudnak reagálni. Értve ez az alatt azt, hogy ha jól felszereled őket, akkor nem lesz nyilvánvaló gyenge pontjuk. Ami azért egy probléma, mert nem is azt várjuk a játéktól, hogy ilyen kőpapirollós dolog legyen, hogy így egyértelmű legyen, hogy na, te ezt hoztad, én azt hoztam, jó, akkor akkor már nem is kell lejátszanunk. De nyilván nem ezt szeretné senki se. De azért, hogy hozod ezt a listát, és akkor azt mondod, hogy jó, hát akkor már csak úgy játszanom kell vele, mert nem kell attól félnem, hogy egy rossz becsapot fogok kapni, az az egy probléma. probléma. Hát, elég sok másik listának gyakorlatilag az összes többinek van, hogy hát én ne, nem örülök, hogy ez ellen kell játszanom. Ó, csak bár, bárki más kaptam volna, csak ne ezt kaptam volna. És ez a három birodalmi ász, úgyhogy mind a három erőhasználó, csak hogy akkor tisztázzuk, hogy akkor a Grand Inquisitor, akinek van önmagában ereje, ugye a TIE Advanced Prototype-ban, a Whisper, a TIE phantom vagy a passzív szenzorral és Fifth Brother legénysége, és ettől kap egy erőt. Csak a Darth Vadernek ugye eleve van ereje, és még egy passív szenzor és Afterburners teszi őt uh, egészíti ki. Na, így fejezem be mondatot. És belegondolunk, borzasztóan okosak az ezek a fejlesztések ezeken a hajókon, mert Viszpernek az egyetlen problémája, hogyha békén hagyják, akkor nem tudja garantálni, hogy, hogy, a Blank támadó kockáival csináljon valamit. Most, ha békén hagyják, akkor, akkor ő konkrétan kérhet egy passzív szenzorakciót, amiből kap egy lockot, és akkor még van egy forsa, amivel a fibradőrrel ráadásul kritetán fordíthatja a támadó kockáit. Tehát nagyon megnő az offensív ereje ennek a hajónak ezáltal. Védernek két problémája van, hogyha valaki nagyobb bidet hagy nála, és utána lép inihaton, illetve nem tud boostolni. az afterburner sem tud kétszer boostolni, 6 pontért. Amikor kijött a játék, akkor azt hittem, hogy ez nem éri meg, de igazából megéri. Tehát nem mondom, hogy nem szeretnél többször boostolni véderrel, de itt van igazából egy és Jolly Joker akciót, hogy hopp, elrontottam akkor, na, kijöhetek a börtönből, mint a monopoly -ban. Na, nem gondoltátok volna, hogy ezen a csatornán a monopoly fogok példálózni, de ez is megtörtént. A másik, a passzív szenzor ugye pedig azt teszi hogy lehetővé, hogyha ha mi léptünk ki haton korábban, akkor hamarabb aktiválódunk az engagement fázisban, Véder csinál egy akciót, és abból az akcióból utána akár a képességével csinálhat pererolt. Tehát kikerülhet, bejön az arcába egy ellenség és inihatos ász, aki hagyott 20 pont bidet, és akkor Vader azt mondja, hogy ő, Mi a probléma, hogyha az a passzív szenzor, ez ö, teljesen felesleges mindenki ellen, hogyha nincs az ellenfél listájában inni hatos, de ennél nagyobb bajot ne legyen ezzel a listával. És akkor, hogy rát konyarodjunk a lista a sereg ismertetése után, a magára az eseményre, akkor 16 fővel reprezentáltuk magunkat itt a az x életben. Ö, átváltok mindjárt valami olyanra, ahol még látni is fogjátok a dolgokat. Tehát igen, itt lát, látszanak ilyen listák, és nem tudom, végeredmény. eredmény. csak először ezt szeretném megmutatni, ami nagyon tetszik, hogy a frakcióknak az egyensúlya az Valahogy az emberek szomorúak lennének a 16 főben, nincsen mind a hét frakció, de igazából egész jó esély van rá, hogy ha mindenki egyforma valószínűsége választ a hét frakcióból véletlenszerűen, hogy akkor még 16 főnél se legyen mind a hét frakció. Szóval jó érzés volt, hogy nem lehet azt mondani, hogy hó, nem játszott senki, nem tudom, szkámokat, mert puh, a szkámok szarok, vagy, vagy egyéb. Egyébként az egy szkám játékos csak azért furcsa, mert az elmúlt időszakban viszonylag sok szkám játékos volt szerintem a magyar versenyeken, meg az online versenyeken. A Galactic Republic az, hogy négy fővel a legnagyobb legtöbb játékosan reprezentálta magát, ez határozottan meglepő volt, mert Attila mindig szeparatistát hozta, egy szeparatistat adott a bevonásra. néha még egy-egy ember hoz szeparatistát, hogyha már vagyunk 20 30 de nem jellemző. De a Galactic Republic az többször kiszokott maradni a, az eseményből, mert valahogy az úgy hopp, hogyha most éppen nem hoz senki Jediket, akkor úgy, úgy elmarad az egész. Szóval ehhez képest most, hogy a Galactic Republic volt a legtöbb, ez egy ilyen üdítő változatosság volt, és tekintve, hogy ilyen sok frakció volt, éppen nagyon sok játékosnak összejött az, hogy, hogy minden, minden körben más frakció belivel játszott, tehát fú, hát én most ki nem találom, hogy milyen frakciókkal játszottam, mik ellen játszottam. A First Order és Scam ellen nem játszottam, de akkor játszottam Resistance, Rebel, Republic, Separatista és Empire ellen is. Ami például jó változatos érzés volt, de azért volt olyan, amikor mondjuk kimentünk egy x 1.0-as angol világversenyre, és akkor ott a 6-ból ellenfelem Scam volt, ami ami, ami vagy a úgynevezett paratani listát hozta, vagy pedig egyéb valami mylinkes verziót, vagy, vagy valami torpedós vagy. És akkor ez, ez volt, mert még volt egy, triple defender, ami szintén olyan volt, ami a, csapból folyt, és akkor nem is emlékszem, hogy ki volt az egy szerencsétlen ellenfelem, aki megpróbál saját listát összetenni, az azt hiszem meg is véletlen. Tehát ez, ez az, hogy most így volt ilyen változatosság, ez, ez alapvetően mutatja, hogy a játék Nincs olyan rossz helyzetben, mint ahogy sokan pampognak. Lehet, lehet érvényesülni saját ötletekkel is. Ezzel együtt már nagyon várjuk nagyon sokan a pontváltozást. Na, és saját ötletek ide, saját ötletek oda. Én, én úgy érzem, hogy szeretnénk gyakorolni ászokkal. És a lázadóknak ilyen klasszikus ászaik nincsenek. Értem az alatt a tűzív kikerülő, azaz árdodzser ászokat mint amilyen egy Sundir fel, mint amilyen egy Vader, fenraú ez, 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 nincs a, 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 de a nincs lázadóknál. Mert most hozhatom inni négyen a Jake Ferel, de annyian lépnek utána, hogy nem azt mondom, hogy nem lehet vele jól repülni, de azért ez az egy külön kihívás vele jól repülni. Nyilván Jake Ferel nagyon boldog, hogyha véletlenül lép utoljára egy meccsen. Ennek is csak két támadó kockája van, inkább fizetett többet egy hajóért, hogy legyen három támadó kockája, mint mondjuk Suntir fel Interceptora, vagy, vagy még akár egy, egy vízper a Type phantom Phantomból. És akkor így esett a választás arra, hogy valami birodalmi listát szerettem volna hozni, amivel mostanában játszottam egyébként birodalomnál az a Jósan akartam mondani. Az a Redline Szuntír és Jendon, aki a direktorkleniket hozza az online versenyen az egyiken, a másikon pedig Whisper és Ratz sereget hoztam. Szóval, szóval mostanában mostanában így birodalmaztam, és úgy voltam vele, hogy Bakker még mindig nem változtat, nem jött, a, jött ki a pontváltatás, akkor valószínűleg remélem, tényleg remélem, hogy utoljára lehetett ezt a ezt a olipoknál féle VB győztes listát így összerakni, mert hogy a passzív szenzor valahogy drágulni fog ráférni tényleg, tehát főleg véderen, de még az inni 5 is hogy azt mondom, hogy bakker, ez, ezért nem sokat kell gondolkodni, hogy fölted rá, vagy ne tedd rá föl. Véderre pedig igen, megvan, megvan a veszélye, hogy, hogy bizonyos esetekben, ha nem lesz olyan hasznos, de ha nem akarsz bidet hagyni, és nem akarsz félni a másik inni hatosától, akkor, akkor ez a passzív szenzor egy nagyon, nagyon olcsó kompromisszum. De a másik, hogy, hogy 20 pont bidet, te hozol egy 3 pontos passzív szenzort, és még mindig 17 pontot elkölthetsz másra. Tehát nonsense. Ebből a szempontból. Én egyébként egyetlen inni hatossal sem találkoztam, szóval én azért már a végére gondolkodtam, hogy bakkerbért vagy fire control szisztemet hoztam volna véderrel nem mondom, hogy nem volt olyan, amikor több mint egy kockát kellett újra dobni, de persze egy kockákat is kellett újra dobni, akkor az hagyott volna lokkot, hagyott volna forst, jót tett volna az akció ökonómiámnak, hogyha a power control van, de de volt egy pár ember, aki hatom volt, és azoknak ott nem egy pont bitjük volt, mint nekem. Igen, ez egy 199 pontos lista jelenleg. Amikor ezzel még Oli világbajnok lett, akkor 197 pont volt, és azt hiszem, hogy a Fivbredert temelték meg kettő ponttal, tehát 9 re Más az nem változott az árában. Na, és amiről még beszélni akartam, hogy jó, hoztam egy, uh, egy, egy listát, amire én azt mondom, hogy szerintem ez a legerősebb a játékban. Abból a szempontból, hogy neki van a legkevesebb rossz felállása, és hát szerintem azt mondtam, hogy elkezdett cikizni, hogy hó, hát akkor is, hát miért, nem, miért nem meg az összes meccsedet? Főleg amikor egy győzerem, két verességgel álltam három forduló után, akkor, akkor erősen hallgathattam kedves barátaimtól, hogy hát az az úgy, fű, ha ez így nem ciki, végig azt mondogatott, hogy ez egy verhetetlen lista. Szerintem nem ezt mondogattam, hogy verhetetlen lista, de az a legerősebb lista, amellett ebből az értelemben a legerősebb lista, azt, azt határozottan kijelentem, hogy ezt gondolom. Na, és akkor, akkor mit mit el az ember? Oli azt mondta, hogy amikor ő világbajnok lett, akkor eleve ott eszméletlen mennyiségű meccset játszott, mert ugye más listákkal is játszott. Illetve állítólag, hogy csak ezzel a listával valami 200 meccset legyakoroltott a megelőző egy-két hónapban. Ugye ezt ugye úgy kell érteni, hogy ez így, aki el tudja képzelni, hogy most 275 percig x -vingetig hogy elég sokszor csak az első pár kört gyorsan lejátsszák, mert amikor látják, hogy hopp, nem tudom, elnéztem is Darth Vaderre, rálőttek már négyet, és Darth Vader rossz irányba mert rossz irányba tippeltem, mert merre megy a szfarma, aztán ott az asztalói, de nem tudtam kibererrollozni, és rám jött mindenki. Jó, akkor örüljek, hogy egyáltalán nem esett le Vader, de ez most már nyilván el van rontva. Tanultunk belőle, kezdjük újra. Tehát akik x gyakorolnak, és tényleg gyakorolnak, mert hogyha egy örömjáték, akkor játsz le. Elrontottad mindegy játék. mondjuk valami miatt uh, gyakorol egy listával, annak érdemes ilyen megnyitásokat uh, kipróbálni a első pár kört, azt, uh, az sokkal érdekesebb sok szempontból. Nem mondom, hogy a végjátékot nem lehet elrontani. Uh, én például elég rossz vagyok, hogyha csak egy vegyen marad végjátékban. Uh, most azért is nem erőltetem mindig azt, azt érzem, hogy hú, oké, okay, valahogy kihozok, hogy marad egy vegysem, és akkor úgy... J -j jó, még... obi is kaptam ki vegsel. úgyhogy én voltam a drágább, de így ne, nem bírtam, nem bírtam bentartani a célkeresztemben. Az egy nagyon, nagyon jó uh, csepp sráctól egyszer. De így azt hittem, hogy <laughs> Tehát is volt hat életünk, hat életünk, és hogy kikaptam nagyon, szerintem nem is, nem is meg. És nem, nem kockákon múlott, hanem úgy valahogy, valahogy nem jött ki az egész. Pedig nyilván ő volt, szóval ő lépett korábban. És ezért csak mutatni akarok, hogy még az, az se elég, hogy az ember majmolja a, a másikat. Vagy, tehát, hogy például megnyitásokkal, ezeket tényleg érezni kell. Mm. Én ezt csak meg akarom mutatni ezt a szituációt, mert a videóban nem akarok nagyon beletekerni, mert aztán majd így rám a copyrightosok. De itt azt látható, hogy a top 16-ban a vb n Oli látszik a listájával, ugye a egy kicsit lecsúszott, tehát itt még 57 perc van hátra, tehát 18 percet játszottak. És am amit itt láthattok, hogy szeret ugye viszonylag megbontva érkezni a hajóival, mert uh, nyilván, hogyha szembe repül a másikkal, akkor abban uh, abból nem jön ki jól. Mert uh, azért szinte biztos, hogy van három hajója, igazából nem annyival jobb a, a, a akcióök, mint mindenkinek, de jó az akcióökonómiát, és nagyon jól tudsz tűzíveket kerülni ezekkel a hajókkal. Hát ami itt történt, hogy... Hopp, uh, <coughs> <történt, tos> hát, nem akartam elindítani. Hogy ugye Whisper lát rá gyakorlatilag csak a legtöbb látható hajó, tehát a b szerintem már itt nem lát rá Az a mondjuk rá lát védelre, az úszárnyú rá lát védelre, Viszont a, leg, a, többség az, az uh, csak itt viszper, viszperetlen mindenki rá lát, tehát hogy a hátsó baby most már túl messze van, azt most így nem mondom meg ebből a szögből. Tehát így megpróbálja megosztani az ellenfél tűzét tüzét, kihasználni ezt, hogy oké, okay, csak két védőkockája van, ellenben, ellenben nagyon boldog egy asztal, a mögött, mert a klókkal, diklókkal ki tud jönni még akár ebbe az irányba és a következő körbe, vagy, vagy ebbe az irányba is ki tud jönni a következő körbe. Tehát nem lehet azt mondani, hogy Viszper veszít egy-két pajzsot, és akkor fixén erre jönnek a hajók, mert mi van, hogyha erre megy Viszper cselesen. Alap, alapvetően azért nem akarsz összezárni a hajóit, nyilván van kivétel. az Inquisitor ilyen kis csalinnak szokta használni, hogy őt üldözzék, amíg elhelyezkedik a másik két hajó. De amint látja, hogy itt az Inquisitorral itt bohózkodik, nem jönnek rá, akkor nagyon gyorsan be tud tűzni. És ugye ő a képességből, akkor ugye a range bónuszát megkaphatja erőelköltésből. A range egy bónuszát ilyen messziről is. Tehát ez nagyon-nagyon boldog, ha bemegy oda az Inquisitor, És szétlevadódik mindenkit. Talán éppen most lépett Darth Vader, szóval azon még az még, azért nincsenek tokenek. Tehát, hogy csak mutatni akarom, hiába van meg az elv, hogy hogyan kell itt a, a, a hajókat összehozni, mutatnék egy, egy, képet a júliusi x versenyünkről. Így a koszka kameráért az, az elnézést kérek, itt még, még pont rástött a nap, és attól, attól kiégett a, a kroma kulcs. Még a pályát sem a legegyszerűbb nézni, de ugye az látható, hogy, hogy itt, itt látható ugye a védere, Viszper, az Inquisitor, itt a Grievous bejött, így egyébként talán elveszettem a két pajzsát, de az úgy lényegtelen. És itt jön ugye hét hajója. Hét hajója? Nem tudom hány hajója van a talán hét. Ez hát csak, ez hát csak öt. Ez itt ez így hat hajója, igen, mert összesen van hétnek, igen. Jó van. Uh, itt, itt van egyébként egy akadály, ez, ez sajnos nem látszik, pedig ez így fontos lenne. És hogy mit csinálok? ezzel a hajóval is szeretnék bejönni, mert nem igazán vannak jó szögben ahhoz a, a ezek a vulcsúrok, hogy igazán rá fenyegessék ezt a, ezt a hajót. Vagy ha úgy telének, akkor a végdet nagyon kiszolgáltatnák. Hát uh, Viszperre megpróbálhatnék agresszívan menni Grievous után, de nem vagyok egyébként megintjőzött róla, hogy Grievous nem fordul -e be. Ezért, ezért inkább uh, Viszperrel így erre jöttem. Uh, ugye klók, aztán befordulás. Attila meg egyébként Fader próbálta meg ügyesen elkatni. Kicsit beletekerünk. Jó, ja, na itt szerencsére árnyékol annyit, tehát itt a, Bulub, az egyikkel bejött, nem volt még egy belbulabja. itt akkor léptek már a, a most, most lép Grievous, ugye elhúz egyébként Vader mellett. Valahol ide csak, csak pont ott van a kiégett kocka kamera. És ott már, ott, már, ott már, akcióztam Viszperrel, az ott a... Szóval odaléptem Viszperrel, és mondom, á, nem fogom lőni grievous és az volt az ötletem, hogy a következő körben, tehát erre belelőrözök, és csak a következő körben ki tudok ide jönni diklókkal. Ami, ami egy nagyon hülye ötlet volt, mert egy, az egy, hogy nem, volt, nem értem fel jól a távolságot, tehát ez úgy nem, nem teljesült, nem, nem volt jó. Kettő, hogy ha itt, itt, lesz a, a baszkom is, a advance is, akkor és ugye védele egyébként így elszaladok erre, akkor simán adja magát a lehetőség, hogy, hogy arra menjen az összes hajóval, vagy legalábbis megblokkolja ezt a kettőt, akkor akciók nem lesz, lesz rá egy-két kapáslövése, nem fogok belőle jobban kijönni. Itt, amit csinálnom kellett volna, hogy továbbra is, azért nem, nem tud átrepülni Attila csak úgy a, a, akadályokon, tehát én megállítod ugye rajta úgy gyakorlatilag. Tehát a másik irányba kellett volna szerint nem berelrollozni Viszperrel, vagy legalábbis helyben maradni és egy fókusz kérni. Mert ha a másik irányba belerollozok, és a következő körben még erre klókolok és így visszajövök, akkor, vagy legalábbis előre jövök, akkor sokkal jobban fenyegetem grievous jobban meg kell gondolni, mit csinál. Nem tud egyből megindulni a hajóim után. Szóval én oda a Berberrel utána, ha még lépett a, a prototype védett ide pont belépett, pont nem ütközött, egy, egy oltári szerencse volt, mondtak, hogy bele is rövid védett, és ki boostoltam afterburner és ki bele rolloztam akcióból. És itt még sikerült egy még pajzsot is vesztenem Whisperrel, ami egyébként valószínűtlen volt, de hát az, azzal együtt megtörtént és néztem, hogy bakke nem lesz jó dikló, nem lesz jó dikló. És egyébként számított rá Attila részben, hogy vagy ide megyek, vagy egy előre megyek. Itt elég kevés más lehetőségem volt. És mind a kettőt, mind a kettőt így gyönyörűen fogta. Ez ugye az előre meg volt. Helyezkednek szépen a droidok. Meg lehet blokkolva a Whisperer, meg lehet blokkolva az Inquisitorom. Lőhet Vader, de igazából itt annyira jó helyen nincsen. Valakiben mondjuk is sebezget. De egyébként az volt a baj, hogy nem is ebbe akadt meg, aki több elő, hanem ebbe akadt meg uh, Viszperem. Mert még egy picit előrébb tudtam volna jönni egyébként, nem tudom, hogy, hogy lett ilyen fel, de... <laughs> akkor Grievous pont nem lőtt volna rá, mert valahogy, itt ment el a tűzével. Ott még egy pici volt egyébként, amit előre jöhettem volna, és akkor talán nem nincsen meg. És akkor ez is ugye belémlőtt sok kockával, ez is belémlőtt sok kockával, ez itt Viszper így felrobbant és itt azért már nem voltam egy valami túl jó szituációban. És most kockáktól függetlenül dobhatnám volna többi védet, persze, bármikor, ilyen három agilitis is hajókkal, bármikor dobhatott többi védet. Egy Viszper is még veszhetett volna, hogy kapjon még egy védet. Ezt túlélhettem volna, ha megvett a kocka, de uh, itt az egész szerintem elment ezen a, ezen a Bererollon, azt megpróbálom megkeresni, hogy hol volt a Bererol. itt, hogyha ott maradtam volna egy kicsit arrébb a másik oldalt, vagy még most ebből a szögből nézve balra mentünk volna, akkor szerintem ez így összejöhetett volna, vagy jobban jött volna ki ez a meccs. Tehát ott, ott kriti voltam, Á, lövök egyet, kapok egy védet, nem lesz a bajom a következő körben, valahogy bemegyek az egész mögé. De ezzel megszektem azt a iratlan szabályt, hogy próbáljam meg széthúzni a hajonyomat, hogy ne tudjanak egyszerre többre ráfordulni, mert akkor nyilván megéri egyszerre többre ráfordulni. Nagyobb esélye blokkolja meg őket. Szóval hiába van egy jó listád, ha a rutin hiányzik, akkor akkor kiemelkedőt nehéz vele alkotni. nem is hiszem, hogy nagyon kell még tovább szaporítanom a szót, szerintem a lényeget ebből is elmondtam, vagy amit, amit mondani szerettem volna. Meg aztán a hosszú nem is mindig néztek végig, szóval. Ez itt a Vörösötös X-Wing Youtube csatorna volt, köszönöm szépen, hogy megnézitek ezt a videót. Nektek mi a véleményetek erről a listáról? Jót tesz -e a játéknak, hogyha ez még egy szezont itt marad, vagy, vagy, vagy csak a pilótákat kéne megemelni, hogy más fejlesztésre is feltétlenül férjenek be, így ebbe az összeállításba. Elég a passzív szenzort megemelni, vagy ez teljesen rendben van, és tanuljunk meg játszani ellene. Ez itt a, ez itt, ez itt a X-en YouTube csatorna volt, azt hiszem mondtam, de amíg legközelebb találkozunk, addig is a vörösötös készenlétben.